Változnak júliustól a TB szabályok. Aki 3 hónapig nem fizeti az egészségügyi járulékot, az nem lesz jogosult az ingyenes orvosi ellátásra, vagyis ki kell fizetnie a kezelést. A kormány tervei szerint ezzel kiszűrhetik a potyautasokat. Az egészségügyi szolgáltatási járulék havi összege az év elején 7500-ról 7710 forintra emelkedett. Köszöntöm a stúdióban dr. Újhelyi János, gyermekgyógyász főorvost, jó estét kívánok. Mennyire gyakori ez, főorvos úr, hogy ilyennel szembesülnek a rendelőben? Elég gyakori. Én ugyan gyermekorvosként tevékenykedem, és mint közismert a gyermekek alanyi jogon biztosítottak. Hány éves korig? 18 éves korig, ha magyar tajszámmal rendelkezik, vagy tajszámmal rendelkezik, de még az én rendelőmben is megjelennek olyan gyerekek, akiknek a szülei elutaztak, hogy elmentek külföldre például dolgozni, és akkor megszűnt ez az automatizmusok. De tehát összességében a gyermekorvosnál nem jelentkeznek tömegesen ezek a biztosítás nélküliek, de tudomásom van arról, és hát a kormány meg a statisztikákból ez ki is jön, hogy közel, ahogy olvastam, 700 ezer embernek van olyan probléma, hogy nem fizet társadalombiztosítási járulékot, ami ugye óriási bevételi hiányt jelent a költségvetésbe, és csak egy másik statisztikában olvastam, hogy tavaly szeptember hónapban csak egy hónap alatt 75 ezer ember jelentkezett úgy, hogy nem fizetett társadalombiztosítási járulékot. Ez elsősorban az alapellátó orvosnál jelenik meg, illetve minden ellátónál megjelenik, mert most már az ellátás mindenütt úgy indul, hogy lecsekkolja a rendszer, hogy van-e érvényes társadalombiztosítási jogviszonya, és az megjelent eddig is egy piros csík formájában, csak az eddigi gyakorlat az volt, hogy mi attól mégis az alapellátó orvos meg másutt is ellátták, és kiadtunk a beteg egy olyan nyomtatványt, amivel felhívtuk a figyelmét, hogy itt baj van, és rendezze. Most, amit a törvény most másként szabályoz, amit egyébként tavaly december 11-én fogadtak el, és mi is egy kicsit értetlenül álltunk, mert egy kicsit gyorsan jött ez a dolog, talán ez is a nehézsége most ebben a pillanatban. Az a lényeg abban áll, hogy gyakorlatilag július 1-től, ahogy érvénybe lép a törvény, ha 3 hónapig bizonyítottan nem fizetnek a társadalombiztosítási járulékot valami után, akkor ahol jelentkezik ellátásként, ott az ellátó megtagadhatja. Meg is kell, hogy tagadja az ellátást. Természetesen ezt nem úgy kell tekinteni, hogy most mindenkinek, mert ugye eleve a gyerekekre, nyugdíjasokra, gyergyes, csomó felsorol a törvény, ami automatikusan megy tovább, de az, aki önhibáján miatt vagy a munkáltatója, vagy ő tud róla, és nincs mögötte biztosítás, az bizony azzal szembesülhet, hogyha nem rendezi, és ez július utáni rendezést jelent, tehát ha októberben jelentkezik, már megtagadhatja, addig még nem jelentkezik, még nem rendezi ezt a jogviszonyt. Tehát 3 hónap, 3x7710 forint, illetve a munkáltatójának be kell fizetni. Mégis látok egy alapellátó orvosként egy nehézséget, illetve több nehézséget is ennek a törvénynek a kapcsán, és a szakszervezetek is, és az orvosi kamara is jelezte ezt. Ugye az alapellátó orvos az, aki elsőként találkozik a beteggel, és állítom, hogy szinte nincsen olyan alapellátó orvos, aki ezt majd később vissza fogja utasítani. Tudnék, eleve a sürgősségi ellátás ingyenesen jár, és addig, míg én meg nem vizsgálom a beteget egy alapellátó orvosként, addig nem tudom, hogy a sürgős-e. Utána persze megtagadhatja a gyógyszer felírás, de már meg van vizsgálva, és szerintem nem lesz olyan orvos, aki ezt megtegye. Tehát eleve úgy érezzük, mi alapellátó orvosok, hogy rászabadították a rendszert, tehát ezt a nehézséget, ami egyébként jogos, hogy mindenki után fizessenek, de egy kicsit rászabadították az alapellátásra, és azért várjuk, hogy ennek legyen egy finomabb szabályozása, hogy pontosan milyen esetben mit kell csinálni, mert egyébként nagyon, nagyon komoly nehézségek lesznek.
Az lakosság nagy részét meg lehet nyugtatni nyugodtan, mert nem lesz alapvető változás. Azok szoronkodjanak egy kicsit, megszoruljanak, akik tudatosan nem fizettek maguk után, illetve a munkáltatójuk nem fizetett, a szerencsétlen munkavállaló nem is tudott erről. Most ezután után, hogy ott szembesülnek a rendelőben? Hogyne, mert ugye kikerekedik a szeme, hogy hát ő úgy tudta, hogy be van jelentve. Bár most már minden embernek joga van az, hogy a jogviszonya után érdeklődjön, és ezt érdemes meg is tenni, mert most gondoljuk el, hogy valaki, mit tudom én, október 5-én balesetet szenved, nincs biztosítása, és kiszámláznának neki 2.500.000 forintot. Tehát igazán ennek a gyakorlata még nincs kidolgozva, és azt gondolom, hogy minden ellátó várja, hogy ennek a finom szabályozása megtörténjen, ugyanakkor azt gondolom minden jóérzésű ember egyetért azzal, hogy hát a TB járulékot fizetni kell, és hát azt is tudjuk, hogy a nagy elvek, hogy magas szintű, ingyenes és teljes körű egészségügyi ellátás, ez egy gyönyörűen hangzó hármas dolog, de ezt bizony a világon egy ország se tudja megvalósítani. Tehát abból a pénzből kell gazdálkodni, ami befolyik. Még egy szerencséje a magyar szabályozásnak, az is érdemes ezt megemlíteni, hogyha a társadalombiztosításban van egy hiány, a kassza hiány, azt az állami költségvetés automatikusan kiegészíti. Tehát úgy nem lesz, hogy azt mondja, most a TB becsődölt, és akkor most nem kap senki ellátást. Így van, tehát ez egy biztonságot jelent, ugyanakkor pedig az igazságérzet az, hogy igenis mindenkinek hozzá kell járulni. Hol tudnak utána nézni az emberek, hogy van-e érvényes társadalombiztosításuk, vagy sincs? Van a társadalombiztosításnak olyan kezelője, az alapkezelő, ahol ennek utána lehet járni, de ha csak egy alkalommal, tehát ha piros ez a jelzés, akkor már a figyelem felhívódik, és felhívja a figyelmet. Ugyanakkor vannak véletlenszerű dolgok is, például a gyermekorvosnál elég gyakori, hogy nem veszik fel egyetemre, tehát vége a gimnázium éveknek, és akkor nem folyamatos a jogviszonya, és már kijön. És akkor azt gyorsan rendezni kell, ezt is az állam pillanatok alatt megoldja. És hát ugye vannak feledékeny emberek, vagy egy kicsit szándékosan feledékeny emberek, tehát mi azt kérjük, az alapellátóorvosok is, az orvosi kamara is ezt kérte, hogy az önhibáján kívül nehéz helyzetbe jutott, nem fizetőnek adjanak egy lehetőséget, vagy esetleg a rendszer időben hát jelezze neki, hogy baj van. Tehát utána lehet nézni, több csatorna van erre, de az első az, hogy lecsekkolom, hogy az megvan-e vagy nincsen. Nyilvánvalóan akkor az alapellátásban fog elsőként ez jelentkezni, vagy legalábbis jellemzően, illetve a sürgősségi, de ugye a sürgősségi ellátás automatikusan az meg lesz. Mi az, amit tanácsolni tud a betegeknek, illetve milyen összegre számítson az, aki ott szembesül az orvosi rendelőben, hogy neki nincsen TB biztosítása, illetve jogosultsága, milyen díjakat róhatnak ki rá? Igen, tehát semmiképpen sem úgy látom a törvényből, amit átolvastam, hogy egy ilyen büntető szankció következik, sőt, mivel júliustól lép érvénybe, egyelőre csak arról van szó, hogy ha 3 hónapig nem fizet, akkor a 3 hónapra eső azt a minimális 7.710 forintot be kell fizetni. Tehát, de ez akkor válik biztosítottá, és akkor egy teljes körű biztosítási viszonya van, független attól, hogy az az államnak, vagy a TB költségvetésnek mennyi pénzébe került. Tehát visszamenőleges hatálya nincs. Azt gondolom, hogy ezért érdemes mindenkinek most ezt megnézni.
mert azt, hogy esetleg az adott betegsége milyen fokú kiadással jár, azt ugye most senki nem tudja megmondani, hogy az mit fognak neki kiszámlázni. Ezért szerintem az a legszerencsésebb, ha mindenki tudja, hogy igen, én biztosított vagyok, nem lesz semmi baj. Vagy amint szembesül azzal, hogy mégsem, akkor megy a naphoz, és intézi magának, amit tehát szükséges. Büntető jelleget én nem olvasok ki ebből a törvényből. Főorvos úr, nagyon szépen köszönjük, hogy tájékoztatott bennünket.